Gyömrőn vagyunk, Mezei Attila polgármesterével, egy olyan elkészült út van mögöttünk, amelyik azt példázza, hogy az állam és az önkormányzat közösen hogyan tud egy beruházást jól lemenedzselni. Állami pénzből, de az önkormányzat segítségéből értünk meg az út. Ilyen és hasonló beruházásokat készítünk itt Gyömrőn, például az egészségház fejlesztése, valamint a posta hivatalnak a kérdését is így tudjuk közösen megoldani. Ez egy olyan település, ahol az agglomerációs térséghez hasonlóan nagyon sokan költöznek ki, fiatalok itt, és köszönjük a munkát, hogy itt végezhetünk. Mi pedig köszönjük ezt a sok segítséget, amelyet kaptunk. A mögöttünk látható út valóban szimbolizálja azt az együttműködést, amelyet a kormány, az állam és egy önkormányzat tud kifejteni annak érdekében, hogy egy problémás terület megvalósulhasson és elkészülhessen az a beruházás, amely nem csak az itt élők, hanem a környékben élő településeken és ide költözők érdekét is szolgálják. Örülünk annak, hogy ez elkészülhetett, ez valóban egy példaértékű együttműködés volt, és reméljük, hogy a jövőben is jó néhány együttműködés lesz még az állammal. Mi önkormányzatként erre nyitottak vagyunk, partnerként állunk erre, és értelemszerűen óvodafejlesztés, iskolafejlesztés, mind a kettőre nagyra szüksége van a városunknak. Remélem, hogy a jövőben ehhez is megkapjuk a támogatásokat, és azt az együttműködést, a segítséget, amelyet az elmúlt időszakban is megkaptunk, mind képviselő, mind pedig az állam részére. Köszönjük szépen a figyelmet, és kérem, hogy támogassák képviselőt.